Húsvét nyolcadában járunk. Nyolcadnak az utolsó napja, ami számunkra különösen is kiemelkedő, mert összefoglalja az evangélium örömhírét, az irgalmasság vasárnapja. Tudjuk, hogy Szent II. János Pál pápa Faustina nővér látomásai nyomán ajándékozta meg nem csak az egyházat, hanem az egész emberiséget az irgalmasság ünneplésével, örömhírével. Mit is jelent az irgalmasság, amelyik annyira hiányzik ebből a világunkból, inkább irgalmatlan ez a környezetünk, és főleg ha az anyagiakra tekintünk, ott nincs irgalom. Ha megjelenik a pénz, megjelenik az irgalmatlanság. De mit jelent az irgalmasság örömhíre? Jelenti, ha röviden akarjuk összefoglalni, az adósságok elengedését. Isten irgalmas, elengedi adósságainkat. Hogyan közelíthetjük meg ezt a titkot a mindennapi tapasztalatunkból kiindulva? Azt kell, hogy érezzük, hogy adósok vagyunk. Mindannyian, sokak felé. Gondoljunk csak a szüleinkkel való kapcsolatunkra. Édesanyának, édesapának a szolgálatát soha nem fogjuk tudni meghálálni, mindig adósaik maradunk. De a többi emberi kapcsolatunkban is átéljük, kapunk ajándékot, szeretetet, odafordulást, törődést, és bizony a szenvedést okozó tényezők között éljük át azt, amikor a mérték különböző. Vannak, akik többet adnak, inkább föláldozzák magukat másokért, és vannak, akik önmagukért élnek. Adósok vagyunk, a szeretetben adósai vagyunk egymásnak. Isten azonban nem bűneink szerint bánik velünk, nem adósságunk szerint, nem vasalja be rajtunk azt. Pedig az iránta való szeretetben mennyi adósságunk, mennyi mulasztásunk van. Azonban Isten nem csak irgalmas, elengedi az adósságunkat, hanem helyre kell, hogy álljon az igazságosság is. Az igazságosság pedig azt jelenti, meg kell valósuljon az Istennek kiáró, imádó hódolat és tisztelet az ember részéről. Ki az, aki ebben segítségünkre van, hiszen közöttünk, az emberiség nagy családjában és személyes életünkben is sokszor maradunk adósok. Aki az adósságot kiegyenlíti, és az igazságosságot megvalósítja Isten és az ember kapcsolatában, ez Jézus Krisztus. Ő maga az az ajándék, ő maga az az ember közöttünk, aki megvalósítja Isten imádó hódolatát. Isten így bánik velünk, Jézussal együtt Isten irgalmát, szeretetét és igazságosságát egyszerre látjuk. Az imádság pedig, az isteni irgalmassághoz kapcsolódó imádság pedig odaállít bennünket az Atya színe elé, mert ott van a helyünk. Maradjunk is ott, ahol ember voltunknál fogva lennünk kell.